Na, üdvözlök mindenkit a következő Jonesair 630-as részbe. Mert most egyéb alkatrészekre kell várni. Vagyis a hangját már fel tudnál lakni. És ha történt egy olyan szociális probléma, hogy ami van hozzá, és a pekezbe találtam tűvörgőt, hát ez több mint 2 mm-rel keskenyebb, úgy már nem merem összeadni egy csúszka a keresztbe hasba. Aztán attól függetlenül láttam, hogy jó lenne, de nem szeretném elmenni oldalra. És akkor inkább központosan feszítsen. Nem vagyok benne biztos, hogy ezért vagy nem. A nyomok alapján az ott futott. Na, majd kiderül. Egyáltalán nem foglalkozok vele. Most összerakom a szivattyú oldalát. Na, itt van a szivattyú szépen letakarítva. Ez is olyan állapotú, mint a másik. Szép is, puha is, csak hát már tömítő ajkak már nincsenek még. Ezt kijutom abba az irányba. Nem a csigatengely oldalát jöttem, hanem vele szembe, aztán ki is fordult belőle. Úgyhogy... Ja, ez is könnyen ráugrik a tengelyre. Mindegy, megkapja az ujjat. Szépen. Várom. És színbe kell lennie, de figyelni kell arra, hogyha túl van ütve, akkor a szimmering annyira át, hogy megakassza a csiga tengelyt. Nem szabad túl ütni. Az síkban van rakva, akkor ennek még jónak kell lenni, és nem még, hanem mindenképp jónak kell lenni, ha a szimmering szélessége is jár értéket megfelel. Na kérem. Van egy szívó csövünk, ami ebbe a fulladba megy bele. De van egy megszokott hajlás ezeknek. Ugye azt szoktam lefele, ide az első sarok fele hajtani, hogy ne legyen a levegőbe. Ezt szépen érdik oda. Van a szivattyú. Tehát azt is meg kell nézni, hogy itt az ógyűrű meg legyen éppen. Az a nyomó oldala, ami ott abba a fulatba nyomja oda a laphoz, illetve a lánchoz. Ugye ezen is van egy ógyűrű, ugye mint a túlsó felén. De ezen jó az ógyűrű, puha is, egy kicsit kijebb is áll, mint a maga perem, úgyhogy ennek tömítenie kell, úgyhogy ezt egyszerűen csak szépen
szoktam egy mozgatni, mert csöppentek le egy kis olajat. Be lehet úgy ugrasztani, hogy előfordul, nagy ritka, hogy olyan bele van hirtelen nyomva, a szimmering ajka lepatni, rúgó meg bámkod ki. Csöpp olajat rakni. Könnyebben felkapjon. Vázra. Na. Szépen fel is ment. Most itt válakom a csavarokat. De is 3 darab 4-es csavarvaló. Ami szépen odahúzza. Meghúzás után ellenőrzöm, hogy ténylegesen a szimmering jó helyen van-e. Nem kell egy picit bájább ütni. Ja, a szimmeringnek az a porvédő, az a külső ajka. Valamikor éppen ott csak olyan szintben van a főtengelyen lévő vállal. És ugye való az olajcsiga alá egy alátét. És azt ne, hogy kidörzsölje. Ott benne, hogy nézem, ott jó. Ja, van egy pici alátét. A legtöbb hasonló, vagyis egyidős huszkvarnákon is van. Ugye az, hogy az a műanyag ne égye bele magát a... ne égye bele magát a tengér az olaj szivattyúba, mivel a forgás helyes forgás irányába hajtva ez befele húzó erőt tart, ami a főtennél fele húzza. Nem kifele nyomja, nem befele húzza, és akkor ez a látét ilyen koptató, vagy ilyen surlódás csökkentő, vagy olyan mondja, nem is tudom. Na. Erről felé, akkor fölrakom a lendítőkereket. Mi nem lán kerék, hanem land D betűvel. Lendítő kerék. De ezeknek 50-50%-ban nem is a lendítés van ennél a szerepe, hanem a gyújtás és a hűtés. Angol nyelvben, meg egyéb több helyen is úgy van. Ugye ez egy szélkerék, nem is lámkeréknek írják, hanem szélkeréknek. Itt a baba popsi. És most meg kéne találnom a hozzávaló. Íves reteszt. Majd ismét nem találok. Körülbelül kell mélyülni valahol. Hol is lehet magán? Csak
Lentelé felrakás is csúszik. Szerintem a hosszabb videót tudok csinálni. Ja, most nincsen nagy az ég. Hogyan nézem, én nem látom. Na mindegy. A rüntalm azt a vége fel szoktam felrakni, de akkor felrakom most. Ez biztosan tudom, hogy hiba nem lehet. Elvileg. A további munkáltaimba elkotortam. Nem akarom tovább lakosgatni. Például apró kis valamik hiányoznak, de ez pont elég ahhoz, hogy az ember megsüllyedjen a folyamatokba. Úgyhogy meghúzom aztán, hogy jelenkezem. Ilyen az alkatrészek kótlásra után. Na, csávesz.